Szeretném megköszönni a pedagógusok sikerét, sok munkáját, és iskolánk és városunk sikeréhez hozzájárultak ezzel a nagyszerű eredménnyel. A szülői munkaközösség is megköszönte a pedagógusok munkáját a Farkas Ferenc Művészeti Iskola évzáróján. Az idei évhez hasonló még nem volt, minden eddiginél több díjat nyertek a növendékek. Ruszkai Ákos jövő szeptembertől már az ország egyik legjobb intézményének számító budapesti Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskolába jár majd. Ákos gitáron játszik, és most az évzárón is színpadra lépett. Az éven sok fellépésem volt, hát Újhelyben volt egy ilyen Lavotta verseny, gitárverseny, hát találkozó, és kiemelt nívódíjat kaptam, amikor örülök. Az elmúlt tanévben minden művészeti ágban országos versenyeken elért jó eredményekkel, helyezésekkel büszkélkedhetnek az iskola növendékei. A zenei, a képzőművészeti és a néptánc versenyeken egytől egyik szépen teljesítettek a fiatalok, és ezért az évzáron mindannyian tárgyjutalomban is részesültek. Azt gondolom, hogy ez nem csak nekem, hanem a szülőknek, a pedagógusainknak, és egyáltalán akik büszkék Sárospatakon élők emberek, hogy ilyen eredményeket élnek el a városban, tanuló diákok, élő pedagógusok, ez mindenkinek fontos kell, hogy legyen. A sok szép eredmény feletti örömet beárnyékolta az, hogy a tanév zárása egyben búcsú is. Az iskola több igen tehetséges végzős növendékét is elbúcsúztatta az ünnepségen.